Hát üdvözlök mindenkit egy újabb videóban, innen Füzesabonyból. Indul a Tiszatósebes egy székesfehérvári csörgővel. Ki is húzott Tiszafüred felé. Most teljesen nem illik ez egyébként a videó témájába, de ha már itt van, akkor gondoltam felveszem. Na, hát elég érdekesen kezdődik ez a videó, és még ez sem illik bele a témába. Majd ha elmegy, akkor fogok beszélni, hogy hova fogunk ma menni. No, ha már így elkezdődött a videó, akkor beszélnék, hogy mi lesz ma. Folytatjuk a vonalbejárásunkat, méghozzá a 90-es vonallal, ami a Miskolcidas németi. Mint hogy nem Miskolcidas németi, csak a személyvetők közlekednek így egyébként. Azt hiszem, hogy felső vagy alsó Zsolcánál ágazik ide, ezt majd meg fogom mondani, ha megyünk. És egyébként láthatjátok, hogy gyönyörű idő van itt Füzesabonyban. Most a Tokaji IC-re várunk, ami, hát nem mondanám, hogy Tokaji IC, mivel a vágányzár miatt van benne személyvonati rész, illetve IC rész. Ugye ez a vágányzár most szeptembertől van, azt hiszem, emődés nyéklátháza között csinálják a pályát, ezért egy vágányozás van, és nem közlekednek a személyvonatok. Szóval most én Amondó vagyok, várjuk meg a Tokaji IC-t, ami még nem érkezik, és menjünk el Miskolcig, aztán Miskolctól egy BMX-es személyvonattal Hidas Németig. És már érkezik is a Tokaji IC, egy Akiem Taurusszal. Egyébként ez most nagyon megszokott lett a vonalon, mivel a vágányzár miatt szinte csak Taurusok, illetve Traxok közlekednek. És kíváncsi vagyok, hogy fecske lesz a személyvonati rész. Hát ez nagyon jó. Na és azért látszik ezen is, hogy vágányzár van, mivel Tokaji IC-n szlovák kocsi van. Nem, és Slíren lesz a személyvonati rész. Az nagyon jó. Én nagyon csípem a Slírent. Ugye itt van a vágányzári tábla. A ajtó nem akar kinyílni. Mezőkeresztes mezőnyárádról indulunk, egy retkes ablak társaságában, és itt még nem csöppentünk el a vágányzárba, de voltak már bőven előjelei. Emőrőt elhagyva következtetett az egyvágányozás, és még hétvégén is rendületlenül folyt a munka.
Amit láthatjátok, Miskolc, és már el is foglaltuk helyünket a Hidas Németi személyvonaton. És hát nem meglepő, hogy BMX-el van kiadva, általában ez így szokott lenni. És most még szerencsére nincsenek olyan sokan. Remélem, hogy ez így is marad, mert hogy elvileg ez az ország legveszélyesebb vasútvonala. Hát remélem, ebből mi nem fogunk semmit se tapasztalni. Egyelőre még most nem volt semmi, de nem is lesz, én azt mondom. És közben, mint láthattátok, bejött egy Herna DC, szlovák géppel. És itt pedig egy Toka IC. Ugye most Miskolcon minden IC-ről le kell szállni. Tehát itt konkrétan ketté vannak felezve az IC-k. A Herna Zemplénről is, illetve a Tokajokról is át kell szállni egy másik szerelvénybe. Még azt nem mondtam, hogy visszafelé IC-vel fogunk jönni Hidas Németitől, az a szlovák kocsival, szóval az is nagyon érdekes lesz, és valószínűleg mi is ilyen szlovák gépezettel fogunk hasítani. Közben kimegy ez a, hát ez a valamilyen IC, most lényegtelen, hogy milyen, igazából úgyis a keleti pályaudvarig közlekedik. Azért nagyon komoly így Miskolcon lenni, hogy átszállunk méghozzá egy Hidas Németi személyvonatra. Elég érdekes dolog így az első vágányról elindulni Miskolcra. Meg is indultunk, mint láthatjátok, és most még a 80-as vonalon haladunk. De közben utána néztem, és Felső Zsolcánál fogunk saját szakaszra térni. Ugye a 90-es vonal, Felső Zsolca a Hidas Németi vasútvonal. És ugye Hidas Németi a határállomás, aztán onnan lehetne tovább Kassára menni. Egyébként ez is tervben van, de most csak Hidas Németiig megyünk. De szerintem egy BMX-es személyvonat elég nagy feeling lesz.
Egyébként a BMX kocsinak itt a közös részében elég fura, hogy ilyen metrós kapaszkodók vannak. Nem tudom, hogy ez mire jó, de furcsa, én ezt már megfigyeltem azért. Már utaztam párszor BMX-ben, meg hernyón is van ilyen, mondjuk a kettő ugyanaz. Lehet jobban járok, hogy nem videózok. Úgy látszik, csobádot hagyjuk el, hát nagyon sokat mond nekem, gondolhatjátok. Mert valahogy eddig az összes megállóhely ugyanúgy nézett ki ezen a vonalon. Itt a vagon végén található ez a kis csücsülő, amit érthetetlen okokból beszámoztak. De tényleg ezt nem értem. És egyébként én itt néha szoktam videózni, vagyis egy túlzás, hogy néha kétszer videóztam innen, és mindkétszer egy Zemplén IC-n, amikor mentünk Sátoraljújhelyre. Most nem tudom, hogy ezt miért mondtam el, de igazából innen tök jól lehet videózni, tehát itt nem zavar senkit, ugye itt az utastér, tehát tényleg innen tök jól lehet videózni, ugye leúszható innen az ablak, aztán most természetesen nem innen videózok, mivel hát itt is van lehetőség, mivel üres ez a rész. Na hát természetesen én is a legjobbkor mentem el WC-re, amikor egy vektronos tehervonat várakozott itt. Mindjárt mondom, hát nem tudom, hogy hol, mert nincs kiírva, de lehet, hogy ez Forró Encs. Komolyan mondom, ez óriási érzék kell amúgy. Eddig semmi nem volt, ami úgy, hát úgy ilyen érdekes gép. Most pedig hihetetlen. Érdekes ez az állomás épület. Te legalább van aluljáró. Na, érkezünk Novai Drányba, és láthatjátok, hogy itt van mellettünk az autópálya. Egyébként amikor mentünk Kassára, akkor láttam is a vasútvonalat onnan a pályáról. Én onnan tök jó kilátás nyílt rá. Majd Novai Drány is teljesen itt lesz a út mellett. Itt az autópálya az nagyon szép helyeken halad. Bár azért egy BMX-ezés csak jobb. És tudjátok, mi lenne még a jobb? Egy BZX-ezés. Na, az lenne az igazi itt. Vagy akár Abaújszántóra BZ-vel, Hidas Németiből. Na, annak nagyon örülnék. De hát erre a mai napon nem fog sor kerülni. És hát az is kétes, hogy valamikor sor fog rá kerülni. És ahogy látom, ez is kétvágányú állomás. Tök jól meg vannak itt csinálva. Ez nem is kétvágányú, hanem még három. Nem semmi. Biztos azért szokott hétköznaponként nagy teherforgalom lenni. Hát gondoljatok bele, hogy egy nemzetközi vonal lényegében. Szóval illik ilyen állomásoknak lenni. Érdekes, hogy ez az IC elég sok helyen megáll ezen a vonalon. Mondjuk olyan sok személyvonat nincs is, szóval érthető.
Hát elég csekély létszámmal fogunk megérkezni Hidasnémetibe. Mondjuk nem panaszkodom, még mindig jobb, mintha tele lenne ilyen érdekes emberekkel a vonat. Az egész BMX kocsi kiürült. De szerencsére nem tapasztaltunk semmit a veszélyességből. Mondjuk itt eléggé cigiszag van, érthetetlen okokból. De szerencsére jó időben jöttünk erre a vonalra. Mármint úgy jó időben, hogy nem volt gond. Ez pedig már Hidasnémeti állomás. Valószínűleg ott a bal vágány a kiágazás a Bóvi-Szántó, illetve Szerencs felé. Hát én ismételten csak azt tudom mondani, hogy nagyon szomorú az érte van alért. És most valószínűleg a mi személyvonatunkra fog ráállni a 105-ös Szili, és megy vissza Miskolcra. Hoppá, ez a laminátka mondjuk? Nem semmi. Itt szerintem lesznek tehervonatok, mivel egy határállomás. De menetrend szerint sok minden nem fog jönni. Öj, még egy laminátka. Szóval menetrend szerint ez a személyvonat fog visszamenni, és majd jönni fog egy Herna DC Miskolc felől. De legalább azt le tudjuk videózni. Gondolom, ez is szlovák géppel lesz. Akkor Hidasnémeti állomás talaja. Valószínűleg ez a tervonat ki fog húzni. És már érkezik is a Szili a személyvonatunkra. Azonnal szerintem indul vissza. Vagyis hát nem azonnal, de egy 10 perc kell neki, az biztos. És visszatér a hazájába a mi szerelvényünk, azaz Miskolcra. Mi pedig valószínűleg bemegyünk a... Hát nem tudom, hogy gondolom ez falu, szóval bemegyünk a faluba, és megnézzük az egyetlen boltot, ami itt található. Én tökre azt hittem, hogy ez egy nagy város, Hidasnémeti, de ez nem így van. Tévedtem. Ez hogy került ide? Menetrend szerint nem most kéne jönni, hanem 10 perccel később. Ez meglepő. Akkor lehet, hogy áll itt egy ideig, és 10 perccel később indul. Az tényleg egy kellemes meglepetés volt, hogy ilyen hamar beérkezett a Herna DC. De valószínűleg akkor a határállomás miatt áll itt. No, egyébként eléggé tetszik ez a Hidasnémeti állomás. Igazából itt is tök nyugi van, aztán jön néha pár érdekes vonat. Igazából ennyi, de én ezt tökre élem. Jó ez a hely, azt mondom. Most pedig ide a Szilihez ki fogok sétálni, és megvárjuk, hogy kimenjen a Herna DC.
ugye a Pershinggel, azt hiszem, ez a mozdony neve. Mert ugye van az ász, az is valahogy így, ugyanígy néz ki, de azt tudom, hogy ez Pershing. Itt pedig a 348-as szili. Ugye ezzel jöttünk Miskolctól. És akkor a várva alatt pillanat, meg fogjuk nézni, hogy milyen egy szlovák kocsi belülről. Először is egy fülkés kocsi van itt, megnézzük, hogy van-e termes. Hűha, mondjuk ebben a kocsiban rajtunk kívül egy ember ül. De egyelőre nincs nagyon kihasználva ez a vonat. De hát nekünk nem baj, természetesen. Hát így lehet normálisan videózni. Nagyon tetszik. Egyébként én még a BD kocsin kívül semmilyen fülkés kocsiban nem utaztam. Tehát ilyen DVA, ilyen IC kocsikban nem. És úgy látom, hogy indulunk is. Elhagyjuk Idas Németit. Jó kis hely ez, én azt mondom. Nagyon tetszik ez a szlovák kocsi, de tényleg. Pedig a Zabaúj Szántói vonal kiágazása lesz majd. Hűha! A MÁVCSAT ZRT köszöntő Önöket Miskolc Tiszei állomásig közlekedő Hernád Intercity vonatán. Járható menetrend szerint csak Novaidrán, Forróencs, Ináncs, Halmai, Szikszó Vásártér állomáson áll meg. Tájékoztatjuk tisztelt utasainkat, hogy pályakarbonadási munkák miatt Miskolc-Tiszai állomáson, Budapest keleti pályaudvar felé másik szerelvénybe történő átszállással biztosítjuk a továbbutazást. Felhívjuk figyelmüket, hogy a vasút területén tilos a dohányzás. A vonaton a piktogrammal megjelölt kocsiban wifi szolgáltatás van kiépítve. Kellemes utazást kívánunk! Ugye arra ágazik ki a Zabaúj Szántó felé. Egyébként nagyon, én megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon jó eddig. Konkrétan ilyen nemzetközi vonatban érzem magam. Nagyon. Tehát tényleg, én most nagyon boldog vagyok. Itt egy termes kocsi. Nagyon pacek ez a kocsi, még itt a kapcsolók is működnek. Gondolom ez is, de ezt most nem fogjuk eltekelni. Most már, hogy lassan Miskolcra érkezünk, elmondanám, hogy összességében hogy tetszett az utazás. Igazándiból a Hidas Németi vonalban olyan nagy gimmikek nincsenek, mondjuk miért is lennének, nem is számítottam erre. A BMX-ezés tök jó volt, a vágányzárat is megnéztük, és
és még meg is fogom, mert az van terve, hogy még fogok videózni. Ez a szlovák kocsi pedig nagyon bejön nekem, tényleg ez olyan jó, volt itt már, hogy Miskolcra érkezünk és semmi bajom nincs meg. Olyan kényelmes, nagyon, tényleg, én ezt mindenkinek ajánlom. És egyébként én úgy tudom, hogy hasonlóak járnak a Metropolitan University-ben is, csak ugye azoknak metropolitános festése van, ugye kék, de ebben nem vagyok tényleg biztos meg, és ez teljesen nem a témához köthető. És most már becsatlakoztunk a fővonalba, Felső Zsolca állomás következik. Mondjuk itt nem állunk meg, szóval nem következik, csak áthaladunk. Innentől már csak Miskolcon fogunk ugye a végállomáson megállni. Cső, elég szomorú leszek, hogy le kell szállni erről a szlovák kocsiról. Tényleg, olyan jó. Mondjuk a BPS-e rossz, tehát nem azt mondom, mert valószínűleg az lesz a tokai IC-n, vagyis mindegy, hagyjuk ezt, hogy Tokaj vagy Hernád, most teljesen mindegy. Na most szerintetek melyik rész következik? Az, hogy megint szívás van. Ez a szerelvény, látjátok, hogy középen van egy gigant. Ez 55 perc késéssel jött be, és így borul minden. Mondjátok, ha most nem tudjuk, hogy melyik szerelvény megy Füzesabony felé. Borult minden. Na, megtaláltuk a szerelvényt, azzal a szerelvénnyel fogunk Füzesabonyig menni, ami most 55 perc késéssel érkezett be. Szóval biztos, hogy innen fogunk időben elindulni. Azért, de tényleg mindig történik valami, én ezt már megszoktam. És most konkrétan a kassai, és illetve a sátorajúja is sem tud kimenni normálisan. Ki is úsz Sátorajújáj felé a 45 percet késő IC. Fogalmam sincs, hogy mi mikor fogunk innen elindulni. De most én tényleg azt gondoltam, hogy nem lesz semmi gond, mert én még amígóta ez a vágányzár van, nem láttam ilyen sokat késő vonatokat. Tehát igazából most mind lepődök meg. Eljöttünk vonatozni. Mindig ez van. Azért ez a durva látvány. És így közlekedett ez az IC. Fú, arra biztosan van egy hat kocsi. Erre is nagyon sok van. Rendesen megszenvedtetett vele a gigant. Mondjuk látszott is a késésen. És amúgy most bemondták, hogy 25 perc késéssel fogunk elindulni. Szóval nem érünk időbe Füzesabonyba. Mondjuk én most azt mondom, hogy ez nekünk annyira nem nagy baj, mivel nem megyünk időre. És amúgy is akartunk még Füzesabonyban maradni egy másfél órát. És akkor kiviszik a tárolóra az egy órát késő szerelvényt. Viszont csak a felét, mondjuk nem is meglepő, ugye a másik felével fogunk mi majd visszamenni Füzesabonyba. Illetve az majd megy tovább Budapest keleti pályaudvarra. Most amúgy a vágányzár alatt nagyobb itt az élet, mint alapból. Tehát annyi IC szerelvény van itt. Most mondjuk elég tanástalan vagyok. Tehát a MÁV szerint itt Miskolcon áll bent 4 IC szerelvény, és akkor te válasz ki, hogy melyik megy Budapestre. Tehát nem írtak ki semmit, hogy melyikre kéne felszállni. És akkor biztos ezt mindenki tudja. De most már konkrétan én se tudom, hogy melyik megy majd. Hihetetlen.
komolyan mondom, itt tiszta káosz van, most megint egy másik szerelvény fog oda menni. Szóval most már szinte biztos, hogy ezzel megyünk, és BP kocsival. De most már fel is szállunk, nehogy itt maradjunk. A szabadon maradok,